Sziasztok, sziasztok, Madár Fittyő, szép napot kívánok! Hát elérkeztünk egy olyan különleges dologgal, hogy bodza ital, illetve bodza szőrtet fogunk készíteni. Tehát az a fő lényeg ennek az egésznek, az a művelete, hogy ezt lehetőleg a kertek aljából, tehát ahon gépjárművek, motorautók nem járnak, ugye, hogy nincs, ne legyen szennyeződés rajta. Tehát inkább a kertek végéből pedig erdő, tisztásokon ott érdemes. Na most az a helyzet, hogy vigyázzunk arra, hogy ezek, ami nem érett bimbók, ezek nem igazán jók. Tehát próbáljuk meg úgy, hogy olyat szedjünk le, ami érett szétpirán. Tehát mint például ez. Így. Ebből most egy olyan 30 fejet kéne leszedni, vagy 20-30-at. Így nézzük, milyen szép. És arra kéne még nagyon vigyázni, hogy magyarul ne hulljon le a sárgája a bodzának, ez a poros része, mert tulajdonképpen abban van benne a bodzának az a része, amit nagyon nézzék, milyen szépek vannak rajta. Hát vannak, ami már ugye levirágzott, tehát azokat nem szedjük le, csak azokat a szépeket, ami még éppen most jó, nagyon igyekvős a dolog, mert már lassan ott vagyunk azon a ponton, hogy le fog virágozni és bogyósodni fog. Ez is szép, jó. Na úgy látom, hogy pont lett rajta annyi. Megyünk és mutatom a további műveleteket, hogy hogy fogom készíteni a bodza szörpöt. Kiválóan alkalmas ebbe a jó melegbe, ugye, ha lehűtve, szódával vagy ásványvízzel, nagyon egészséges és nagyon finom. Mutatom, jövök nem soká. Na gyerekek, már itt is vagyok. Most egy olyan művelet következik ezzel, hogy töltök rá vizet. Így. Hát ezt azért, hogy a bogaraktól egy kicsit úgy föl fog majd jönni a víz tetejére, ami van benne, de úgy látom, hogy egészen ez nagyon szép, úgyhogy ebbe nem volt bohár. Itt mászik egy, éppen, ugye már ez ki is jött belőle. Tehát azért beállhatom körülbelül egy percig, így áztatom, hogy följön a víz tetejére a bogarak, és el tudjuk távolítani belőle. Éppen ez nem az. Ez nagyon. Most gyerekek, hát akkor úgy néz ki, hogy 1 litert fogok készíteni, tehát az adalék úgy lesz, hogyha valaki, mit tudom, hogy mégis többet, akkor az adalékot beduplázza, vagy pedig betriplázza. Most lehet, hogy úgy fog lejönni a dolog a szemszögötökből nézve, ez még most 1 litert fogok készíteni, hogy ez nagyon sok vele, tehát úgy, hogy 1 kg cukor. Gyerekek, ez nem olyan, mint a boltban megveszitek a szörpöt, és olyan, mint a víz, lötyög. Valamikor én nekem a nagymamám időben, mikor csinált ilyet, hogy málna szörp, meg stb. Olyan sűrű volt, mint a méz. Tehát nyilvánvalóan szörp, és kevesebb kell belőle. Tehát nem úgy, mint a boltiból, hogy megfogjuk, és akkor egy pohárral beletöltünk, fél pohár szőrt, és akkor rajgöltünk bele egy kis szódát, vagy bármit, és akkor már mindjárt úgy van az egész, hogy na éppen jó, ebből egy nagyon picike fog kelleni. Tehát 1 liter vizet töltöttem ide bele, és 1 kg cukrot már felbontottam, ezt már bele is fogom zubbantani, mert tulajdonképpen ebből olyan sűrű igazi lesz belőle, hogy ez elő van írva. Na így már mindjárt egy kicsit ezt fel fogjuk forralni, és ettől még ez a vízünk itten így, már is jövünk ki be az üvegbe, és megnézzük, hogy mennyire, hát itt van egy-két bogár, lássátok, tehát fel is jött, följött ide a víz tetejére. Na ezért kell vizet önteni rá, és akkor így el tudjuk távolítani szépen róla, le tudjuk szedni, ide felteszem a papírra, meglátszik ezek a virágnak a...
Na most, hogyha véletlenül mégis netán benne marad egy-két bogár, higgyétek el, hogy semmi bajotok nem lesz tőle. Csak azért mégis ez egy ilyen kérdés, hogy ugye lássátok, hogy mondtam, hogy följön a víz tetejére az egész. Itt is mászkálnak, ugye. Így le tudjuk lenni róla. Egyébként majd egy szűrővel még hatásosabb lenne amúgy. Csak most én... De szerintem be is fogok menni egy szűrővel, mert abban hatásosabb lesz, hogy el fogom távolítani ezt. Na gyerekek, ezzel a szűrővel én levadáztam itt ezeket a nem odavaló dolgokat. Akkor már is olyan van, hogy mindjárt ezeket itt félreteszem, na majd ki fogom dobni. Nem sokáig állt egy kicsi vízbe, most megkavarjuk ezt a szőröket. Tehát az a lényeg, hogy ennek fel kellene majd zubbanni. Így egy kicsit megkavarjuk. Tehát még egyszer mondom, 1 liter víz van benne. Na most én nem nagyon szeretem azt, hogy meg gondolom, ti se szeretitek azt, hogy mikor gramra, meg ennyi gram bele, meg ennyi, meg egy már kimértem, higgyétek el. Már itt vagyok a citromsavnál, tehát ez a citromsavat fogom használni. Hát ebből 1 literhez egy teáskanállal, egy jó teáskanállal nagyon szükséges beletenni, azért, hogy ne barnuljon meg. De egyébként már mindjárt felfogom, csak hogy olvadjon meg a szirup, egy zubbanjon fel, és ekkor belehelyezem az üvegbe a bodzavirágokat. Amiről már még azért át lehet mehózni, hogyha véletlenül úgy valahol még látunk egy kis bogárkát, akkor azokat eltávolítjuk. Tehát ez olyan 25 darab fej, azért nem mondok hajszálpontost, azért, mert egyik kisebb fej, meg nagyobb fej, meg mit tudom én mi, 20-25 fejet lehet választani, de 20 fej is, hogyha szép, nagy kövérbodza a virágok, akkor bele lehet tenni azt is. Hát ezeket a leveleket ezt nem tesszük bele. A nagy szárát azt én úgy lecsipkedem még azért, meg már próbálom, hogy ne. Igen. Nagyon nem nagyon akarnám áztatni a vízbe se, mert azért ezek a sárga levemegyen veszít belőle, de ezt muszáj amúgy egyébként, mert ez így lesz jó. Egyébként nincs ezzel olyan nagy procedúra sem, úgyhogy ezzel nem igényel olyan nagy kilódás. Na most kerül bele ilyen, ilyenre vigyázunk, azért ne tegyük bele, mert ezért ez nem igazán jó. Csak a szép virágokat. Így még a tetejéről szedem ezeket, amit gyerekek, ez azt lehet mondani, hogy 99%-os bogármentes, úgyhogy itt még mindig van benne egy-kettő, itt tessék megnézni, látjátok, ugye? Tehát azért van egy kicsit, ezzel megy el egy kis procedúra egyébként, ezeket a bogarakat ugye eltávolítsa az ember belőle. Nos, már itt forrik itt a vízünk is. Hát akkor... Ezt már is így megkavarjuk, így a... És már is hozom a citromot hozzá. Beleteszem a citromsavat, ez már eléggé jó forró, de még megzubbantjuk egy kicsikét. Tehát így egy ilyen pompozott citromsavat adunk neki. Elforraljuk, és ráöntjük majd erre a bodzára, és akkor 2-3 napig kevergetjük mindig, és azután majd a harmadik nap, vagy a harmadik nap le fogjuk szűrni, üvegbe töltsük, és hűtőbe tárolva, és tudjuk szódával, vagy pedig ásványvízzel, vagy bármivel hűsítő italként fogyasztani. Mindjárt jövök vissza.
Nos, akkor már itt is vagyunk. Én már megmostam ezeket a citromokat, csak egy kicsit itt levagdalom róla ezeket a végeket. Ezeket így szépen össze fogom így szeletelni. Én végig nem szeletettem. Így. Ez az. Közben mennek a munkálatok oda be is. Na most ezeket a citromokat én úgy szépen bele helyezgetem úgy, hogy ahogy sikerül, hát most ez nem nincs meghatározva, hogy egyébként mit érjen, ez úgy is fogja majd érni a dolgot. Így. Ezeket a kicsit így meglapogatom. Ezt megint úgy szintén, mint az előzővel. Csak egy kicsit eltávolítom dolgok ezeket az olyan dolgot, amikben nem igazán van lé. Az egész. Ahogy sikerül az embernek így. Tehát még egyszer, annyit szeretnék még mondani, hogy ha véletlenül ugye valaki több mennyiséget szeretne előállítani, akkor annyi az egész művelet, hogy mindenből bedublád. Tehát, hogyha 2 liter tesz, akkor tesz bele 2 kg cukrot, és akkor teáskanállal méri ki bele a citromsavat. És a citromot, tehát ezt azért mutatom meg, hogy mindenkinek ugye legyen jó hűsítő italja, még most itt szezonálisan. Nos, mert akkor annyi műveletünk van még. Hogy csak én úgy szoktam csinálni, mint hogy a nagymamám annó idején így a kést mindig alá teszi ennek a üvegnek. Ezt már mostan le is csavarom, így, hogy el ne pukkanjon az üveg. Én nem tudom, hogy milyen reakciót lép be, de így nem fog megtörténni. Tehát vigyázunk azért, hogy ne forrázzuk, és akkor ezt rá zubbantjuk most. Éppen még maradt itt egy kis cukormáz az alján, de nagyon kevés, úgyhogy ez már nem dominál semmit. Most itt egy ilyen evőkanálunk van, amivel ezt a tíj. Tehát látjátok, hogy mennyire ez igaz 1 liter, de ennek lesz sűrűsége, nem úgy, mint a boltinak, mert édes lesz, meg nagyon jó ízű. Nem töltök rá több vizet, mert most én ennyit fogok készíteni, 1 liter, és más művelet nincs. Annyi van, hogy ezt tett így ebből a frissen tartó fóliával, csak ha mindjárt megtalálom ennek a fóliának az elejét, mert ezt nem fogom megtalálni szerintem nagy valószínűséggel, mint mindig. Ugye, mert általában ezt úgy szokták mindig csinálni, hogy vagy megvan. Na, most éppen szerencsére úgy látom, hogy megvan. Tehát estére még egyszer meg fogom kavarni, így rá, hát úgy annyira nem fogom rá tenni, hanem csak éppen úgy, hogy ezt meg tudjam majd kavarni. Nos, 2 nap után jövök vissza, és akkor leszűröm, és akkor utána hűtőbe tároljuk, és így kell készíteni. Nem sokára jövök vissza. Maximális szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. 2 nap eltelt, elkészült a bodza italunk is. Erre akkor már is mutatom a továbbiakban, hogy ezt nem mutattam már, hogy végig kavargattam éjszaka is, kijöttem egyszer, kétszer, nem kifejezetten ezért, hanem magyarul egy kicsit kijöttem. De mindegy. Tehát a következő műveletünk az lesz, hogy már ilyen szűrő segítségével jöttem, és le fogom ezt szűrni, és mindjárt kivegezik, és már meg is fogjuk kóstolni, hogy tulajdonképpen milyen is lett ez. Mert egy kicsit csinálsz. Jó. Egy kicsit mindjárt meglapogatom még, amiben megnyomkodjuk egy kicsit, hogy menjen ki belőle még teljesen a
az aromája ebből az üvegből. Hát. Látjátok, mint a méz. Tehát ez a sziruplé, ez igazán annyira eléggé sűrű, úgyhogy ebből nem is olyan sokat kell majd használni az italhoz. Egyébként már, mint mondtam, hogyha többet akartok készíteni, akkor az elmondott adagot be kell duplázni, illetve triplázni. Úgy fokozni, tehát ez egy liter készítéséhez. Nos, nagyon-nagyon nagy procedúra már nem igazán van. Tehát hoztam én itt egy jó elmosott üveget, tehát megpróbálom ezt a plusz beletölteni. Remélem ez a drága, ízletes dolog nem fog mellé menni. Egy picit emeljük meg a töltsét, hogy levegőt kapjon azért. Egyébként ezt lehet másmilyen edénybe is, hogy jobban tudjon csorogni. Gyerek, hogy ez nagyon úgy látom, hogy kész. Ezt majd egy másik kis üvegbe fogom majd használni. És most félreteszem, majd nem sokára ki fogom egy másik üvegbe is fejteni. Ezt meg itt le fogom törölni. Mindjárt jövök vissza, elkészítjük az italt. Higgyétek el, hogy nagyon finom és nagyon egészséges ital. Főleg így nyáron nagy melegben a hűtőbe, hogyha letesszük, el tudjuk tárolni egy pár napig. De hogyha télire akarjátok, akkor ugyanez a művelet van. Csak kell bele egy kis szalicil, és el lehet tenni. Így egy ilyen 3 decis pohárba. Körülbelül egy olyan 2 centet, és akkor van ilyen, hogy hát lehet ezt ilyen szódával is, ugye, vagy pedig ugye bubisásványvízzel, vagy pedig csapvízzel is fogyasztható. Na, nézzük, hogy habzik. És nagyon egészséges. Nos, hát íme elkészült, 2 nap után fogyasztható, ez már így hideg ásványvízzel. Hát kívánok nektek erőt, egészséget, szerencsét, sikereket hozzá, egészségetekre! Jó gyerekek, esküszöm nektek, komolyan mondom, dombon ülő vadászkutya legyek, ilyet a boltban nem fogtok kapni. Ezt, amit ti elkészítetek, ez biztos vagyok benne, hogy ez nagyon szuper. Millió puszi ölelés. Legyetek szerencsések, készítsétek el és hűsítsétek, használjátok ki a nyarat erre az alkalomra, mikor ez van. Millió puszi ölelés. Sziasztok!